Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények. Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 88. adása. A mikrofonnál Pécsi Géza. Ma is köszöntöm kedves beszélgető társaimat, Vince Miklóst, szia Miki! Sziasztok! És Barkóczi Norbi, szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! viszont mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. A Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig légy szíves, fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Itt most jelenleg egy ilyen rezsicsökkent támogatói csomagot is találtok, amivel meghallgatjátok többek között ennek a műsornak is a második felét. Mai adásunkban pedig Greenland az utolsó menedék, vagy Grönland, ugye, hogyha magyarosan mondom, ezt a 2020-as tudományos, fantasztikus kalandfilmet fogjuk kibeszélni, aminek ugye a főszereplője Gerard Butler, mint John Gerity, valamint Morena Bakarin, aki Edison Gerity. Érdekes, hogy ugye Gerard Butler volt a producere is. Tudjátok, van ez a szandokános zene, hogy mi ez a szar szar szarkaláb. Hát azért Gerard, az megöregedett. A háromszer film időszak az, az már mögötte van. Ott azért, ott, ott eléggé feszesen nézte ki a srácokat hát köztük, vagy a, vagy ő volt ugye Leonidas. Hát az már ilyen 20 éves film. Tehát, hogy igen, kicsit ja, ilyen aputest benyomja. De Miklós, te hogy ő a Russell Crow, nem? Igen, de nem ebben a filmben hittem azt, hogy ez a Russell Crowe, de, de figyelj, de várjál, de, de tovább viszem a dolgot, mert viszont itt már nem jutott eszembe, hogy ez ugyanaz a csávó, akiről ott azt hittem, hogy a Russell hát, gondolok. hogy, valami, van, igen, hát fejlődik az ember. Vagy van is a film egy ilyen pont, pont, amikor a test súlyán elkezdenek szórakozni a forgatókönyvírók. Tényleg. Amikor a, a kanadai repülőgép pilóta megkérdezi, hogy felengedje a gépről, hogy maga hány kiló, és akkor... Hát látványos, tehát... De mi igen. most, hogy body shaming a Parallaxis podcastban? Mi történik? Hát nem body shaming, ez ez, figyelj, ez ez a reality. Hát most az első képkocka, amikor egy oldalon mutatják, és konkrétan a szarkalávet mutatják be, tehát így, kezdik a filmet, akkor mit, mit akarunk? Jó, 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 igaz, jogos, jogos, ott, ott, a pont, és egyébként meg hát egy hős, ugye? Hát persze, hát ő, ő hős mindenhol, és egyébként ugye eszembe jutott ez az előző felvétel, ami Gerard Batrias filmot, mi Claudiával vettünk ugye fel, az űrvihar. Iszonyatosan rossz film szerintem. És a Greenland, Greenland az ehhez képest szerintem azért, azért nem egy G, G kategória Mit gondoltok erről? Figyelj, teljesen, tehát igen, Gerald Butlernek azért már van tapasztalata ilyen típusú filmekben, és ahhoz képest, igen, ez a Geostorm, uh, ahhoz képest sokkal jobb, de még mindig azért nem az a, a, a ami, ami még mindig nem a jó kategória, és igen, már nekem a cím, amit már most említettünk, hogy Greenland, Grönland, és főleg a magyar fordítás, vagy a magyar cím, hát én ugye, mint földrajzos, geográfus végzettségű, azért nekünk volt egy tantárgyunk, egy eléggé hát magolós tantárgy, topográfia. És ott ugye nagyon sok földrajzi nevet, társadalomföldrajz, természetföldrajzi neveket meg kell tanulni, hát feljött ugye nyilván a Grönland is, mindig ugye itt szóba jön a magyar, illetve amerikai, angol száz, esetleg még a latin írásmód is, de ugye erre tökéletesen megvan a magyar szavunk is, ugye a Grönland, úgyhogy nem igazán értem teljesen a film fordítóknak a célját, mert hogyha ha, ha ők nem tudták, akkor az gáz, de hogyha tudták és azt hitték, hogy mondjuk a magyar közönség nem fogja tudni, akkor az más szempontból rossz, de azért persze tudom, hogy ilyenkor sokszor a produkciós cégnek is van beleszólása, és, és hát ugye ezt a mostában elterjedt, vagy mostában divatos módot választották, hogy egy ilyen magyar alcímet adtak a filmnek, de nekem úgy hiányzik, hogy, hogy Grönland legyen Na már de ott. azért várjunk csak, tehát, hogy ugye akik lefordították a filmet amúgy, azok ugye tudják, mert a filmben a ma véletlenül a magyar szinkronnál néztem meg, Sőt, hát nem véletlenül, mert ez nálunk ugye irányelv, és hát ugye <síns> ott ugye Grönlandnak mondják. Tehát valójában szerintem lehet, hogy azt gondolták, hogy egy Grönland című filmre a kutya nem ülne be. Szerintem ebben volna némi igazság, és a Greenland az már is olyan, az olyan titokzatosabb, mert nem tudja az ember rögtön, hogy miről van szó. Grönland. És te beülnél egy Grönland cím? Szerintem pocsék a címadás eleve. De igen, de nem, nem, is nagyon beszédes. Tehát most én a Grönlandról egyébként, amikor először láttam ezt a, ezt a, a, a reklámot, én azt hittem, hogy ez egy természetfilm, és bemutatják a fókákat, meg a jegesmedvéket. De, de közben meg ugye nem. nem. És meg kellett néznem a, a, a ahhoz, hogy lássam, hogy... Helyette hogy... Gerard Butler két órán keresztül rohan a, a, a Zápor el, el, elől. El. Ja, meg ugye ez űrviharsi űrviharról szól, úgyhogy. Igen, igen, igen. Hát érdekes, ott az űr, a GeoStorm, ugye a ha valahogy le akarnád fordítani, az földvihar lenne. Itt meg... Na jó, hát ez egy érdekes dolog. Viszont ugye, hát live ba vagyunk, tehát mert már be is írtam, hogy sziasztok. Esetleg, aki itt hallgat minket és követi ezt a műsort akkor írjátok már meg, hogy szerintetek mi, mi lett volna az a cím, amire fölkapja mindenki a fény. Ah, Gerald Butler, benne van? Egyből szaladok a moziba és veszek tíz jegyet. Hmm. Hát ugye tudjátok, hogy van egy erre szakosodat Facebook csoport, a bolygó neve. Gerald butler -re? Nem, nem, nem. Adjunk minél hülyebb filmcímeket magyarul, ez zseniális dolgok szoktak születni. Hogyha, hogyha, hogyha már ugye a címről nagyon sokat beszéltünk meg, hogy ki, <laughs> ki van benne, de aki ugye nem látta, az nézze meg egyrészt, másrészt pedig ugye gyorsan elmondom, ugye van egy ilyen, egy ilyen meteor, hát üstökös raj, mert ugye ez egy komet. Ezt, ez ki is hangsúlyozik, hogy nem egy asteroid, hanem egy komet. És ugye ezt akartam is Mikitől már megkérdezni az elején, hogy most tulajdonképpen, vegyük már még egyszer, biztos, hogy már elmondtad 150-szer, meg ezzel kell fekszel, de hogy a, ugye a komet, az üstökös az általában naprendszerből kívülről jön, és az asteroid pedig egy kis bolygó hogy ezt, ezt, ezt légy szíves világosítsál meg föl minket. Jó, mert mindjárt megvilágítok, de én most ott ragadtam le, hogy én azt, azt javasolnám kretén magyar címnek, hogy nem lényeknek való vidék. de A halálos üstökös támadása. Az, az. Igen, de az a lényeg, hogy utaljon valami korábbi filmcímre, Jogos. lehetőleg olyanra, amiben. a amire Igen, a de amúgy szerepel, meg semmi más köze igen. nincs hozzá, csak a főszereplő azonos. Igen, igen Így van pontosan, és ezt szokták ugye csinálni. Tehát akkor 300 há üstökös, vagy nem tudom, vagy. Na, vagy valami. Na, szóval figyeljetek, hát ugye az van, hogy hogy igen, a, a vannak részigasságok abban, amit a Géza mondott, mert hogy az üstökösök azok valóban eredendően a naprendszer külső részében, a legkülső részéből az úgynevezett ortfelhőből származnak, ami azt jelenti, hogy ugye van a naprendszer, ami ismert kis bolygókkal, meg nagyobb bolygókkal, meg baromi nagy bolygókkal, ami itt van, ugye nagyjából, az nagyjából egy viszonylag lapos dolog a naprendszer, tehát a bolygók azért helyjel közel egy síkban keringenek, és ha nagyon-nagyon elkezdünk kizúmolni, valahol messze van egy gömbszimmetrikus felhő, tehát nem egy lapos, hanem egy gömbszimmetrikus felhő, ami körbeveszi a napot, és akár fényév távolságra kinyúlhat, tehát kb. olyan sokkal-sokkal messzebb, hogy most hogy összehasonlításként, ugye a Voyager űrszonda, ami a legjobb jár a Földtől, aztán a Voyager 1, az most jelenleg olyan egy fény napnyira van nagyjából. Tehát ez azt jelenti, hogy annyira rohat messze van, hogy az ő rádiójele, az mondjuk 20 valahány óra alatt éri el ebben a pillanatban a Földet. És ehhez képest, és azt mondjuk, hogy hát az már baromira kim van, úgymond a szokásos értelemben vett naprendszer határán. Ugye a voyager már szokták mondani, hogy ők kint vannak a csillagközi térbe. Na de az egy fény nap, és ehhez képest akár fél fény év, vagy egy fény év, tehát akár 300 vagy 200-300 fény napnyi távolságig, de még mindig a naphoz kötődve körbeveszi a napot ez az órt felhő, ami egy óriási nagy gömb alakú valami. Onnan származnak elméletileg ezek az üstökösök. És miről kapta a nevét ez a felhő? Hát egy, az öt felfedező szerintem holland. Ja, tehát egy, ez, egy, ez egy emberkének a neve. Ezek Ez egy két óval randó, igen. És akkor az a helyzet, hogy, de nem vagyok benne biztos, hogy holland egyébként, a Kuiper, akiről a Kuiper övvel elnevezve az igen, de az Ort, hát ezt most mindjárt meggooglizzátok addig, amíg én itt mondom. Szóval az van, hogy onnan valamiféle gravitációs perturbáció hatására időről időre bejönnek ott keletkezett üstökösök, vagyis darabok, ugye azok ilyen piszkos hólabdák igazából, tehát lényegében az nagyrészt nagy részt jégből vannak, meg, meg, ilyen, piszkos, azért mondják piszkos hógolyónak, mert igazából... Dirty snowballs. Dirt, dirty, snowballs. Jó, azt hittem, hogy közben megfejtetted, hogy honnan jött az ort. <laughs> Csak azt hogy na, ilyen nemzetről még nem hallottam. Na, ja, ja. na, szóval az van, hogy, 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 bejönnek. És, és aztán ott már ott tudnak maradni, és akkor átalakulnak, ilyen viszonylag rövidebb periódus újüstököstre. Itt lehet mondjuk a héli üstököstre gondolni, ami mondjuk 76-77 év a keringés ideje. Az még mindig egy rohadtul elnyúlt pálya, és egy olyan pálya, ami nem a bolygók pályák síkjában fekszik, hanem, hanem mondjuk valami szöget zár be velük. És tehát az, ebből is látszik, hogy az máshonnan jön, ilyen értelemben a naprendszernek a nagyon-nagyon-nagyon külső részéből. Ami azonban mégis valamennyire a naphoz van kötve. Na de a kis kisbolygók egyébként, amik itt vannak bent, azok persze, hát amiket annak hívunk rendszerint, azok valóban inkább magának a belső naprendszernek a termékei. Tehát, hogy itt, a, itt, itt voltak bolygó kezdemények, csak nem lettek elég nagyok ahhoz, hogy bolygók káváljanak, vagy esetleg egy bolygóból szakadtak ki, vagy ilyesmit. Na de várjatok csak, mert amikor ez a film készült 2020 környékén, akkor ugye már ismert volt naprendszeren kívülről jövő objektumból minimum kettő. Ugye az egyik az Oumuamua volt, amiről a barátunk a szivar alakú, vagy hát a jó, a szerint ugye inkább egy korong, mert ő azt tippeli, hogy az egy napvitorla, ugye? De az biztos, hogy egy nagyon fura alakú dolog volt az egyik objektum. A Star Trek hazatérésből az a szonda, ami, ami a bánákat keresi. Na igen, viszont a másik objektum, amit nagyon sok kevéssel utána felfedeztek, az a Borisov üstökös, ami egy teljesen közönséges üstökösnek kinéző üstökös volt, de onnan tudták, hogy ez most a naprendszeren kívülről jön, tehát egy másik csillagnak az ort felhőjéből, uh -huh hogy annyira rohadt nagy sebességgel ment, ami egyszerűen nem volna lehetséges, hogyha, hogyha tehát, hogy akkora sebességgel egyszerűen nem tudnál a napnak a gravitációjához kötve lenni. Tehát akkor magyarul ez az ortfelhő ez kering a nap körül. Tehát ez így forog. Hát mondjuk úgy, hogy nem. hozzá van kötve. Hát nem is tudom, hogy forog ez szerintem, van. És akkor a csillagoknak az felhői adott esetben akár át is fedhetnek. De ez tök hipotetikus egyébként. Tehát pont az erre a bizonyíték, hogy kell, hogy legyen ilyen, hogy látjuk, hogy üstökösök valahogy időről időre betévednek valahonnan, és tök random irányokból. Tehát azért gondolják, hogy ez nem lapos, mint a naprendszer többi része, mert, mert érted, a földpályára merőleges irányból jöhet egy vagy, vagy a napnak a gonosz iker, iker fekete törpéje kimozdít onnan egy-egy dolgot, ugye? Hát ugye volt ilyen, igen, ez a nem ez is elmélet, amit mondasz. Igen, hogy létezik, létez, nem mondjuk egy barna törpe, vagy valami nagyon kicsi kettős párja a napnak, amilyen elnyúlt pályán kering, és időről időre néhány millió évente be a, az ort felhőből egy csomó üstököst, és akkor az, aki vél, aki nagyon akar, akkor az láthat valami szabályosságot a kihalási eseményekben a földtörténetben. Igen, igen. Na, viszont ez a Borisov üstökös, ez konkrétan mondom, hogy ez nem is az ort felhőből jött, mert ez túl, ahhoz is túl gyors volt. Tehát erre mondták, hogy ez tuti, hogy ez másik naprendszerből kellett, hogy jöjjön. De ennek ellenére semmiben nem különbözött a szokásos üstökösöktől. És szerintem ez is lette a filmet. Mert 2020-ban már lehetett tudni, és mondják is a filmben, hogy ez annyira gyors. És attól volt annyira meglepetésszerű, mondok valamit, 70 km per másodperc relatív sebességgel a földhöz képest átsuhan a naprendszeren például. Clarknak hívták, ugye Clark. Clark. Igen. Ugye ezt mindig a felfedezőről nevezik el az üstökösöket. Ez is egy különbség, hogy a kisbolygókat nem. Uh -huh. Az üstökösöket mindig arról az emberről vagy emberekről nevezik el, akik felfedezik. Vagy ha egy gép fedezik fel, fedezi fel, mert olyan is van már, akkor a gépről, az automata távcsőről nevezik el. Robot 1. Viszont én, én rájöttem egy fantasztikus címre, Dirty Snowballs. Az kellett volna, hogy legyen. 300 Dirty Snowball. Csak az, az ilyen végjátékabb hatás sejtett. Tehát, hogy ez meg azért inkább volt ilyen drámai beütéssel. Pró, próbálta valamennyire <laughs> komolyan. Igyekeztek, <a porno. gül> igyekeztek a srácok. Na, te milyen címet adtál volna neki, Norbi? Mondom, valamilyen ilyen gyilkos, vagy a, valaminek a támadása mindenféleképpen, ami, ami amit Miki mondott, tehát, hogy valami olyan már régebbi meglévő címre, ami mondjuk közönségkedvenc volt, de semmi köze nincs hozzá, és akkor az, az úgy nagyon jól tud kijönni, szerintem legalábbis. Szerintem ezt átveszünk tőled, ezt a gyilkos ügytökös támadását, mert ez nagyon, nagyon találó, nagyon találó. Egy kérdés megfogalmazódott most bennem, amúgy még mindig bíztatnék esetleg, ha valaki cseten jár, akkor, akkor írjon nekünk, és akkor válaszolunk rá. Ez mind oké, okay, hogy gyorsan megy meg minden, de hogy ennyi darabból áll, ez így oké? Okay? Meg ilyen van? Igen. Igen, igen, mert hogy ugye ezek az dolgok, ezek ahogy köznelednek, például a nap felé, ugye az üstökösnek mitől lesz üstöke? Ugye az üstök, az, vagy más néven haj, ugye? Tehát az üstökösnek van egy csóvája, ami abból ered, hogy, hogy, hogy ezek tényleg csak egy piszkos hógolyók, amire szépen le van fagyva a, a, az anyag, de aztán, amikor bejönnek a naprendszer belsejébe, ahol meleg van, akkor ugye ezek elkezdenek róla párologni. De csak ott lesz üstöke. Ott lesz üstöke, de van, hogy olyan vehemensen történik ez a képződés, főleg, hogyha rohadt gyorsan jön egyébként, hogy már önmagában attól, hogy a napszél ugye egyrészt fel, felolvasztja lényegében, és akkor az így. Pff, gejzíreként kiszabaduló kis izéket, a napszél szépen fújja hátra, tehát így nagyjából egyébként jó közelítéssel igaz, hogy hogy, hogy ugye mivel a, ugye az űrben nincs légellenállás, ugye, azt ugye tudjuk, tehát hogy az üstökösnek a csóvája az a közhiedelemmel ellentétben nem arra mutat, amerre ő megy, vagy azzal ellentétes irányba, hanem a nappal ellentétes irányba. Hmm. Mert azt a napszél fújja, tehát a, a, a csóva az mindig elfelé Elfelé mutat a naptól. Hát Na, ez és ez akkor jó, viszont. Nem ugye ez jó pofa. De, mert az emberek hajlamosak azt hinni, mint a hullócsillagnál, hogy az egy ilyen kondenss uh -huh. de hát oda kint, ugye nincs miben. Miben izé, tehát ott nincs légjelenás. Na, szóval az van, hogy hogy. <laughs> szóval az van, hogy, hogy, előfordulhat, hogy attól önmagába szétesik az üstökös. Másrészt meg, amikor közel kerül egy gravitáló testhez, akkor az árapályerők is szétszaggathatják. Tehát a Föld esetében ilyet nem láttunk, de például az egy nagyon emlékezetes dolog volt a, csillagászatban, hogy, hogy az 1992-93-94-ben volt a Schumacher-Lévi 9 üstökös, ami fölfedeztek, és aztán becsapódott a Jupiterbe. És ezt meg lehetett figyelni például a Hubble űrtávcsővel, mert az akkor már fönn volt. És ilyen brutális földméretű sebb helyek keletkeztek itt ott a Jupiteren, de az volt az érdekes, hogy ahogy közeledett a Jupiter felé, a Jupiter gravitációs hatása szétszakított. Egyrészt, másrészt meg az, hogy, tényleg így szétesik már magában a napszél, meg a kiáramló cuci miatt, feldarabolódnak az üstökös magok, és nem egy becsapódás volt a Jupiteren, hanem ilyen, ilyen csík mentén végig bombázódott. Úgyhogy ilyen van. Most az Arma, erre ez egy kérdés, hogy az Armageddonban volt, üst, a kis bolygó volt, asteroida és a Deep Impact-be üstökös. A Deep ugye. impact -be biztos, hogy üstökös volt, azt mondja, hogy az Armageddonban azt a Texas, Texas, méretű, elképzelhetetlen alakú bigyót, azt minek kívad, <laughs> Az rejtély. Tehát olyan objektumot, ami az Armageddonban volt, olyanról a csillagászat nem tud. De bármi lehet. Nekem De. pont az jutott eszembe, amit mondtál, Miki, hogy a Jupiter esetében, hogy így egymás után ilyen csíkszerűen csapódtak be, hogy eznél a filmnél viszont pont ez nem stimmelt szerintem. Tehát, hogyha egy üstökös nagyon messziről, naprendszerünkön kívülről jön, és ugye pont keresztezi a pályája a Földdel, azok, igen, én is úgy gondolnám, hogy mondjuk egy egy körcik mentén, vagy egy vonalszerűen valahogy csapódnának be. Mentén. De igen. a filmben, hogyha jól emlékszem, hogy Szertendősztán a szél 360 fokos szögben mindenhonnan kapta a Föld. Hát ez egy furcsa dolog volt, de most egyébként most a, a film, amiről nem beszél, tehát az lehet, hogy nyilván ezt a cuccit sem a Föld gravitációs árapályhatása szét, de mondjuk azt kitalálhatnánk, mondjuk, hogy út közben elrepült közel a Jupiterhez, és már akkor Okay. Mm. És akkor elkezdtek ezeknek a pályái széttartani. Amúgy nem tartaná, hogyha nem lenne az üstökösnek csóvája, akkor azokat a pályák nem tartanának szét, és igazad lenne. Tehát akkor szétesik, ugye, de ugyanarra repülnének tovább a darabok lényegében az er szinte az eredeti pályán. Na de, ne felejtjétek, hogy igazából az üstökös az nem egy szabad esési pályán repül, éppen azért, mert ott van az a csóva. És a kiáramló csóvának van egy gáznyomása, tehát ez egy picit rakétahajtóműként működik. A kicsi darabok akkor eltérő mértékben, picit eltérő pályákra fognak állni. És hogyha ez a szétszakadás már korábban megtörtént, akkor végül is ha nagyon akarjuk, akkor lehet ilyet, mert tényleg a film legvégén az van, hogy kizúmolunk, és látjuk a Földön ezt a számtalan sebb helyet, a bazinai krátereket, amik, amik valóban nem egy vonal mentén vannak, de éppen ezért szerintem ezen most itt annyira nem kell fennak. Hát akkor ez még beleférhet. Ha azt mondjuk, hogy elég korán szétszakadt De hogyha a már a, 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 a Jupiteri szétszakad, akkor és mondjuk onnan már elkezdenek így a miatt már a gázimás hatására elmenni, akkor az is lehet, hogy fú, kikerülik a földet. Biztos volt olyan darabja, ami kikerült el. Ja, hogy értem. Mert hát itt aha. az volt az állítás, hogy ez egy bazi nagy dolog volt, ami jó sok darabra szétesett, és volt, ami kikerült -e, volt, ami belépett a légkörbe, de elégett, és akkor volt néhány nagyobb darab, ami... Hát néhány az elég sok. Tehát igen, elég igen. sok minden igen. esik le, és elég sok nagy darab is. Tehát... Nyugat-Európa mindig elpusztul. Hát Nyugat-Európát ezt ott kitörölték az, az ott így, így Ctrl-X volt. <laughs> Shift-del, tehát hogy végleg, végleg törölték. Mert a Ctrl-X az felvetni a Ctrl-V lehetőségét. Igen, igen, az, 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 az... <laughs> De Sajnos itt még ez sem maradt meg. <laughs> Visszatérve egy olyan kérdésem lenne, hogy mondod, hogy a ez tulajdonképpen nem a naprendszer körüli órt felhőből jött. Viszont, mondom a legközelebbitől, tehát a legközelebbi másik naprendszertől a, galaxis, a Milky way belül, ugye? ez nem biztos, azt ugye nem mondják, tehát igazából ugye a legközelebbi naprendszer az négy fényévnyire van, de hát ugye végül is, hát ha egy ilyen egyszer valahogy elszabadul, akkor azt Igazából megy. Tehát lényegében onnantól egy egyenes vonal. Tehát ők megy. lehet egy másik galaxisból is jöhetne ilyen? Ja, hogy egy más, azért az nem hinném, de hát elvi akadálya ilyen értelemben nincs. De, de Hát a mi galaxisunkban azért mégiscsak van azért 100 milliárd csillag. Hát igen, tehát, tehát hogy... nagyobb, de hogyha úgy gondolkozunk, lehet, hogy, hogy valami annyira elkezd fölkerekedni, hogy mondjuk akkor soki, sok, idő is, amíg Lersz, ide ér, de... Az sok idő. E, igen, inkább ez egy nehéz kérdés. Én nem, nem hinném, hogy bármi objektum át tud jönni. Hát gondoljatok bele, hogy az Andromeda köd az 2 millió fény évre van. Tehát ez a legközelebbi ilyen nagyméretű, hozzánk hasonló spirálgalaxis. Ha jól emlékszem, mit tanultam kiskoromban, az, az, az két, két, millió fény. Tehát ez a fénynek két millió év, tehát mondjuk, hogy még gyorsabban meszel egy ilyen üstökös, hát az akkor is azért. Tehát, hogy az univerzumnak az élettartama, tudom, hogy korábban meg minden közelebb volt egymáshoz, és akkor ezen el lehet filozofálni. Ott egy még nem volt elég idő, hogy ide érjen valami. Az is lehet. Még akár az is. Igen, ta talán mm. mondanám ezt. Igen, igen. De minden előfordulhat. Hát majdnem minden. Mm. Főleg, hogy ugye, a, 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 meg a, ugye a, fi, a, celluloid, vagy mi a tököm, a filmvászon film az mindent elbír. Hát igen, de mi van, ha útközben mm. összeput egy fekete lyukkal, ez kidobja őt itt, itt közelebb, Főleg, meg ilyenek. Egy, egy, einstein rosen híd, persze, hát a lehetőségek, ugye ilyen értelem, persze, hát ha elengedjük az, a kontrollt, akkor bármit tehát ha csak azt nézzük, hogy mi az, ami nem mond ellent a fizika történet törvényeinek, legfeljebb rohadt valószínű, hogyha így közelítjük, rohadt valószínűtlen, tehát ha azt mondjuk, hogy végül hogy, hogy is a, a, ami nincs kizárva, explicite, az lehet, akkor azért nagyon sok minden lehet. <laughs> Való, való igaz. De más kérdés, hogy nem biztos, hogy a világunk olyan, hogy ez ténylegesen valaha meg is történt. De hát igen, igen. Tényleg sok darabból van. Azért két nap elterik az első becsapódás és a megsemmisülés között. Tehát ez, ez reális? Hát nézzétek, ugye azt kell elképzelnetek például, hogy vannak csillaghullások, perzeidek. Az is ugye több napokon át van. Több napon át van, de ott is miről van szó, hogy az is egy szétesett tüstökös, igazából. Tehát amikor vannak ezek a meteorrajok, azoknak a tekintélyes része, a, a, az, az egy korábban szét, például, a, a, most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy mit tudom, én most mondok valamit, hogy, hogy van olyan csillagász, aki tényleg ért a dolgokhoz, sőt, csillagászok is, akik meg még jobban értenek a dolgokhoz. És akkor ők, ők mondják, hogy mit tudom, én a Leonidák meteorraj, az, az, mit tudom én, a Tempel kettő üstökösnek a szétesett darabjaiból áll. Mivel, hogy az valaha egy üstökös volt, de, de szét, szétesnek a pályájukon, és akkor mondom, hogy végül aztán nem együtt mozognak, az előbb említett okok miatt, elkezdenek szétnyúlni a pályán, és emiatt van az, hogy amikor mi látunk egy ilyet, hogy csillakullás van, mert éppen jön valami meteor, akkor azt kell elképzelni, hogy a Föld éppen keresztezi, ezt a pályáját ennek a volt üstökösnek, ami mentén egyre, ahogy telik az idő, egyre egyenletesebben el vannak oszolva azok a szmötjék. És, és akár ezért aztán akár napokon keresztül is eltarthat, amíg ezen a felhőn mi keresztül repülünk, annak ellenére, hogy valaha az tényleg egy ilyen kvázi pontszerű üstökös magból származik. Tehát a kérdés megint az, hogy eltelik-e ahhoz elég idő. De hát ugye ezt nem tudjuk, de ha már azt mondjuk, hogy a jó Piter környékén elkezdett szétszakadni a cucc, nekem belefér. Egyre jobban bizonyosodik be, hogy ebből a filmben van reális dolgok vannak, tehát ennek örülök egyébként. Viszont itt van Gerard, ugye, aki John. Ő egy, ő egy erection engineer, és tényleg, ő egy structural engineer. Én bocsánat, én ezt most angolul néztem, azért beszélek itt össze-vissza, ő egy építőmérnek, aki ilyen nagy toronyházakat épít, és mint kiderül, hát ugye őt ezért hívták be, Ebbe a programba, a kiváltságosok programjába. Tehát Norbi otthon vagy éppen iszod a reggeli kávédat, amit nem szoktál inni. Tehát még iszod a reggeli kakaódat, bekapcsol a TV és bejön, hogy most rögtön Barkóci Norbinak, feleségének és gyerekének van egy hely el kell menni, egyetlen egy táskát pakoltuk be, mit tennél be, és miért? Wow. Um... És megírják, hogy ülj egy másik autóba, hogyha. <laughs> ja, hogyha nem, aha. <laughs> hát attól függ, hogy mekkora az a táska. Egy hátizsákba, kaját a gyereknek mondjuk, a vizet, nem tudom, egy laptopot, az még talán beleférne, talán. A legszükségesebbeket. De az az igazság, hogy sajnos nem sajnos én nem vagyok ilyen szituációkra különösebben felkészülve. Néha néha szoktam nézni mondjuk videókat, vagy hallgatni podcasteket prepperekről, hogyha azokat ismerjük, ő főleg, főleg uh -huh. Amerikába elterjed, de azért máshol is vannak, akik ugye, hát bizonyos fokozatokon keresztül, de mondjuk ilyen, ilyen világvége utáni létre felkészülnek, és akkor nyilván van a teljesen elvetemült, amikor a háza alá, a háza a méretének sokszoros a méretű bunkert épít mélyen a földben. De a szalacsi az egy preppe. Hát mondjuk. De nem a szalacsi volt Igen, a bunker. Az a... Az ja, Árpád. Igazad így van, így van, így van. Bocsánat. igen. Ő az Árpád, is ki, ott, ki volt a másik? Hát a polgár Jenő úr, de most <laughs> igen. <vagyunk>. Na igen. <laughs> Úgyhogy igen, vannak az ilyen jellegűek, de az, az, az rengeteg pénz, és azért ezt talán túlzásnak érzem, de mondjuk valamennyi minimális, hogy tényleg legyen bekészítve mondjuk tényleg egy, egy táska, egy bőrönnyi valami, ilyen, ilyen vészforgatókönyvnek. Vagy hogyha mondjuk van valami kis vidéki telke az embernek, ahol esetleg tényleg úgymond önfenntartó módon saját fúrott kúttal ezzel azzal... Egy meteorit hulláskor. Értelek, igen, igen, értelek. <laughs> Tehát, értem. Hát igen, itt azért nagyon nagyon fontos az, hogy hova esik. Mert hogyha most a, a földgolyób is átelleni pontjába, akkor oké. Okay. Persze, nyilván mondjuk a másodlagos következményei, hogy ha tényleg akkora sok vízgőzt vagy port felver a becsapódás következtében, a, az a hatalmas kőszikla, és az egész bolygóra globálisan kiterjed, és mondjuk több éven keresztül nem látjuk a napfényt, persze, hát akkor mondjuk nem lesz mit enni, mert nem lesz mit termeszteni, és a többi, akkor teljesen mindegy, hogy hol vagy. De hogyha mondjuk egy ilyen egy kilométeres átmérőjű valami ránk esik, és nem pont alatta vagy, akkor akkor meg tök mindegy. Akkor nem kell csinálni semmit. <coughs> Legalábbis a furt kúttal, nem vagy előrébb. Hát, hogy egy, egy kilométeres becsapódik, az azért az egy kihalás szintű esemény. Hát ez ki, de, de ugye ez, ez igen. ami igen. itt becsapódott a filmben, az egy futballstadionnyi st volt. Bizonyára, igen. Vagy futballpályányi, valami igen. ilyet mondanak. Azt mondod, Mikő, hogy egy kilométeres átmérőjű szikla, már mondjuk a csendes utcán közepén is becsapódva, is már globális mértékű kihaláshoz vezetne? Hát előfordulhat, de egyébként itt mindig az impulzust is nézni kell. Tehát azt, hogy, hogy milyen sebességgel megy, ami most itt ebben az esetben ugye nagyon nagy. Tehát ez volt az állítás, hogy a Földhöz képest a relatív sebessége nagyon nagy. Mint hogy egy autós ütközésnél is nem csak azt kell nézni, hogy mekkora a teherautó, ami neked jön, hanem azt is, hogy mennyi a relatív sebességet. Tehát azért itt, itt tényleg az van, hogy valójában itt az van, hogy mennyi energia szabadul föl a becsapódáskor. Amikor egy, egy ekkora dolog becsapódik a csendes utcámba, például akkor én láttam olyan szimulációt, hogy egyrészt olyan cunami hullám van, ami simán végig tud söpörni ilyen kontinenseken, Másrészt, meg, meg akkor is felszabadul egy csomó, gondoljatok bele, hogy, hogy akkor a becsapódás hűhatása az elpárologtat egy csomó vizet, és még egyébként egy csomó szmötyit is a légkörbe juttat, és ahogy te mondod, emiatt persze mind a kettőnek van klíma befolyásoló hatása. Ha szmötyi a levegőben, annak, amúgy, annak hűtő hatása van jellemzően. Tehát ugye a, már egyszer talán ebben a műsorban emlegettük a nyár nélküli évet, ami abból ered, hogy, hogy, hogy a mai Indonézia területén kitört a 19. században egy vulkán, ami olyan mennyiségű vizét juttatott a légkörbe, szmötyit, úgymond, vulkáni hamut, hogy olyan szinten lecsökkent a föld felszére lejutó napsugárzás, hogy konkrétan júniusban, meg júliusban esett a hó az északi féltekén ilyen helyeken, meg a lefagyott a termés Amerikában. Hát ennek a szok, sokszorosa lenne egy száraz földre becsapódó aszteroida esetén, de egy óceánba becsapódó aszteroida esetén is. Tehát az olyan szinten szétkergetni ott a vizet, hogy még akkor is egy csomó a levegőbe jutna. Másrészt persze az elpárologtatott víz, a vízgőz, annak, annak lehet mindenféle egyéb hatása. Most, hogy melegítő vagy hűtő hatás győz, azt most így hirtelen nem merem gyorsan megtippelni, mert mind a kettő lehet. Az biztos, hogy az globális hatás. Akkor is, hogyha óceánba potyan. Tehát én merném azt állítani, hogyha ha ilyen 70 km per másodperccel a földhöz képest becsapódik a csendes óceán közepébe egy 1 egy km-es akkor az egy kiadás szintű esemény. A nem azt jelenti, hogy az egész ökoszisztéma kihal, tehát nem azt jelenti, hogy sterilizáljuk a bolygót, ugye, ezt fontos kihangsúlyozni, olyan sose volt, pedig már sok csúnya dolog eltalálta a Földet. Az azt jelenti, hogy az ökoszisztéma összedől, mert fontos elemei kihalnak, és akkor összeroskad az egész. De az élet utat tör. Mint ahogy az élet a film végén is már a kismadarak újra csipogtak, mondjuk ezt kicsit igen. furának érzem. Visszatérve ehhez, hogy, hogy most jön ne, ne, ne jön ugye az aszteroida. És hát tulajdonképpen a film szerintem nagyon, nagyon reálisan ábrázolja azt, hogy mennyire, mennyire buták az emberek manapság, hogy egyből tele, tehát telefon nélkül ugye nem tudunk élni, tehát egyből egyből hívogatják egymást, ugye amikor, a, amikor szétszakad a család, miért veszítik el az emberek a józan paraszti eszüket? Tehát ott volt az autó, ahova mindketten visszamentek ott a reptérnél. Miért nem hagyott mondjuk ott a csaj egy papírt, hogy mentünk az apámhoz, gyere oda, pont. De hát ezt tette. Pont hagyott egy papírt, igen. De, de, de föl, föl hívta, de utána hívogatták egymást. Ja, 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 igen, mert nem tudhatta, hogy a csávóka egyáltalán rajta maradt a igen, csin, nem tudta, hogy ilyesmír. életben maradt egyáltalán. Becsületére legyen mondva, hogy ezt, exaktul ezt írta rá, és oda Akkor jó. Jó. Ezt lehet átpörgetted? Valószínűleg úgy néz ki. De, de ez is mutatja, hogy tök jó ráért. Tehát egy, egy jár az agyad a forgatókönyvíróval. Nekem Itt ugyan nem. Gerard Butler, -nél. Vagy Gerald úgy néz ki, Igen. úgy néz ki, hogy ebben is, ebben is, <laughs> me, meg nem, nem tudom, nekem nagyon furán, tehát ebben a filmben furának tűnt, hogy ugye köztudott, tehát minden egyes adón az megy, hogy 48 óra múlva vége lesz a földnek, és így minden ugyanúgy megy, tehát mennek a buszok, mennek az autók. <laughs> ez eléggé ilyen, ilyen kettős volt, mert igen, egyrészt, amit mondott, hogy, hogy az infrastruktúra itt ott azért persze kicsit kaptad, de amúgy, amúgy megy, tömegközlekedés szintén megy, de mellette párhuzamosan azért fosztogatunk is, mert hát persze tudjuk, hogy ilyenkor nyilván akkor fosztogatási idő van, úgyhogy menni kell, akkor menni kell. Hát jó, de mondjuk Amerikában ez egy sima áradás is ilyen. Tehát Azt hittem, hogy el ez sima kedd ilyen. Én úgy értettem, hogy egy sima hálaadás, mondom. Ez az, de az áradás. Igen, igen, hát vannak ilyenek persze, kapitólium Ostroma, mit tudom én, szóval hát vannak ott rejtett energiák a nemzetben. Egy-kettőre nagy, hát a South Parknak is több epizódja érzékletesen bemutatja a problémát. Meg van az az ősi epizód, amikor elkezdik ilyen, ilyen e, hagyományőrző bemutatóként eljátszani egy csatát a polgárháborúkból és akkor megtetszik, megtetszik nekik az, hogy ők a, a déliek és, és felnőtt emberek is elmennek fosztogatni, és így végig fosztogatják itt a Fél Egyesült Államokat, mert ez egy poén. Na, hát, ja. mi se viselkednénk máshogy. Tehát, hogyha megkérdezzük, a, aki tudja, az, az, az azért kérdezzen meg a, azokat az embereket, amik köztünk vannak, akik még megélték az ostromot mondjuk a második világháborúban, és hát azért. Az emberek nem mindig racionálisak. Egyébként az, az, az a mai napig is, tehát Amerika déli részén azért elég sok olyan ember él, aki még egyáltalán nem ismerte el, hogy Észak nyert. Tényleg? Tehát én nekem, nekem egyébként van egy van egy ismerősöm, akivel Németországban találkoztam, egy amerikai támaszponton dolgozik ott, és egy fekete amerikai srác, és mondta, hogy ő, ő például azért utálja Amerikát, mert ő, ő Floridai és délen még mindig van olyan, hogyha elmegy a szupermarketbe, akkor van olyan, aki ránéz, és így, így tovább megy. Na, uh -huh. Tehát azért ez az kemény, kemény, kemény hely. Tehát mondjuk akkor Miki téged kérdezek, mert ugye Norbi már mondta, hogy ő, ő betenni a laptopot a táskájába, és elmenne és <laughs> egy furt <kutas> nyaraló helyre. <laughs> Na, jó, nem akarok ennyire izé lenni, de hogy te Miki mit csinálnál? Hát jó, sok ilyen, ilyen, ilyen konzervkaják és mindenféle egyéb ilyen Ilyen uh, csodálatos, ilyen, hogy hívják ezt a, azt az űrfóliából, ilyen millárfóliából készült, ilyen melegítő, minden, ilyen nagyon-nagyon könnyű és jó hő elzáró takarókat és hasonlókat azért raknék be, mert hogyha tényleg becsapódik egy ilyen, és az a forgatókönyv következik, hogy jön a, a nyár nélküli év, mondjuk, akkor például fel kell készülni arra, hogy rohadt hideg lesz. Tehát olyan polárpulcsik, meg tehát mindenféle olyan hát nagyon életmentő fontosságú lehet. Oké, csak ez, ez nem biztos, hogy otthon lesz neked, mert nem tudsz elugrani a dekatlomba gyorsan. De amúgy van. Van nekünk ilyen. Van. Be, tehát, amikor... amikor Ott egy amikor, prepper vagy. Hát nem vagyok egy prepper, inkább a feleségem közelebb van a prepperhez, és, de amikor, amikor kitört az ukrajnai háború, és aztán még inkább ugye belenget, meglengedte szárnyát a, a, rezsidémon, akkor felmerült, hogy most mi van akkor, hogy például Vladimir Vladimirovics elzárja a gázt. Ugye mi gázzal fűtünk otthon, és akkor például ennek keretében beszereztünk egy, egy, egy olyan katonai hálózsákot, sőt kettőt, amiben egyébként simán kint lehet aludni a hóban. Wow. Nah, egyébként. Ez, ugye, rezsicsökkentés. A cím szóval, hát, hogy a Paradoxus podcast lehet, hogy most hangzott el először, hogy rezsicsökkentés. Ja nem. Válasszátok ti is a rezsicsökkentett Patreon csomagot. Ha, na, de mindegy, szóval... Ne. Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy azt mindenképp beraknám, az jó cucc, meg, meg hát olyan élel élelmiszereket, ilyen konzervbizba szokott, még nagyon sokáig elállnak. És ilyenek is vannak otthon neked amúgy? Az is benne a van. Flandírozott gyümölcsök, meg ilyenek. Hát az nincs, 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 de hát ilyen konzerveket, meg a 2022. februárjában megvásároltunk egy csomó cuccot, el is neveztük a konyhának azt a részét Bajraktárnak, ami egy szóvic, mert a Bajraktár az egyébként egy drón, ami egy török drón neve, és törökül velem olyasmit jelent a szó, hogy zászlóvívő, meg a... de hogy ez Bajraktár, érted? Baj. De erről most a háborúban van -e valami ukrán zene, ami ezt a Bajraktárról szól? Hát pontosan, de ők nem tudják, hogy magyarul ez Bajraktár. Na, szóval van otthon egy Bajraktár, ez több mint másfél éve már lassan ott állnak benne ezek a konzervek. Úgyhogy szerintem az úgy egyből mehet a... tudod, van az a mondás, amit a, az Intel vezetője, a, egyébként szintén budapesti zsidógyerekként a vészkorszakot átélt fiú volt, a Gróf András, a Andy Groove, akiből az Intel vezetője lett. Ugye az ő, az ő önéletrajzi regényének az a címe, hogy csak a paranoidok maradnak fenn. És hát ha valamit, akkor ezek az emberek, akik a, vészkorszakban, főleg hát az üldözöttek között voltak, azért ezt nagyon megtanulták, tehát hogy, hogy, hogy tényleg akkor tudsz fölmaradni, hogyha a worst case szenáriókat fut. Tehát, hogy mondj, aki nem volt, ahogy mondtad, mert ma tanultam ezt a szót, aki nem volt prepper, az, az nagy valószínűséggel nem élte túl. Hogy reagálnátok rá? Tehát... Figyelj, az első reakcióm az a, az a szkepticizmus lenne, és hogy ez valami vicc. Tehát tuti az lenne, biztos, hogy, hogy több forrásból lecsekolnám, megnéznék. Trollok, trollok. Igen, szórak, trollok, vagy. vagy haverjaim próbálnak megszivatni, vagy, vagy nem tudom, de az biztos, hogy nem hinnék a szememnek, hogyha most jön egy SMS mondjuk a telefonomra, vagy valami. Ilyen, igen, 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 vagy valami szivatás, vagy phishing, vagy vírus, vagy olyan ilyesmi. Aztán persze híradó internet, stb. És hogyha mindenhonnan ugyanez jön, akkor, akkor megijednék nagyon. De de biztos, hogy ezt valahogy a, itt az én nulladik lépés, hogy, hogy ne, ne kezdjünk már itt rohangálni, meg mindenki, kimény az utcára fosztogatni, meg ilyesmi, holott közben csak egy ja, teszt. Csak És egy kit hívna egyből? Hát gondolom, feleséged még otthon van a kisgyerekkel, tehát meg te is otthon vagy, tehát neked így egyszerűbb, de mondjuk, mondjuk, Miki, te, te begyűjtenéd, gondolom, egyből a családot. Hát ebben még nem gondoltam bele, hát csak Norris-t biztos föl kéne hívni ilyen esetekben, vagy valakit, aki tud csinálni valamit, Joe Pesci. Joe Úgy, Pesci? Hát, Jönne. Nem mondtam Jönne. Nem, emlékeztek a George Carlin, George Carlinnek a, a nagy stand-uposnak a műsorában volt, hogy hát ő, hogy ő nem hisz Istenben, hanem ő, ő a, szan, a napot imádja, viszont nem a naphoz imádkozik, hanem Joe Pescihez. Egyrészt, mert egy jó színész, másrészt úgy néz ki, mint egy csávó, who can make things done. Egy olyan ember, aki meg tud csinálni dolgokat. Ugye ez egy... De hát Morgan már... freeman is föl. Morgan Freeman, így van, így van, igen. Hát az a baj, hogy ezek az emberek nem vennék föl a telefon, mert akkor ő már rég lent lennének a hiper super gröllandi izében. Amerikai katonai és állami bunkerben. Egyébként már a Deep Impact-et szóba hoztátok egyébként, a Deep impact is volt ilyen bunker, meg emberek, meg, meg izé, ott, ott, lottóval döntöttek el. Ezért ebben a filmben több értelme volt az eldöntésnek szerintem, de igen. Igen, igen, a Deep impact is az volt, azt hiszem, amennyire elmondták, hogy, hogy egy bizonyos kvóta erejéig tényleg meg volt szava, hogy milyen szakmák kellenek, ami egyébként az amerikai bevándorlási kvótákban is van ilyen, by the way, hogy és még azon felül, ami viszont ami tök szimpatikus volt ebben a filmben, viszont nem láttunk ilyet, hogy azon felül meg volt egy sima sorsolás. Na most persze nem tudom, hogy annak milyen lenne a lélektani hatása. Ezt a részét, tehát igazából ebből a filmből a most eddig ilyen csillagászatról, most, ne, most, nem, most nem volt Bruce Willis, most nem kellett szétrobbantani az üstökös, ez föl sem erült. Már 17. ilyen aszteroidás üstökös film, tehát már eleve készen voltam, de annyiból érdekes a dolog, hogy most tök más aspektusból és nézőpontból látjuk az egészet. A NASA csak a híradóban hallatszik néha, hogy mondanak ezt az, de fel sem merül amúgy, hogy lehetne bármit csinálni. A kérdés az, hogy vajon ezt tényleg hogy szerveznék meg? Vajon, és felteszem a kérdést, de szerintem kell, hogy legyen ilyen, mi a terv? Tehát szerintem az Egyesült Államokban tényleg, vagy lehet, hogy nálunk is. Tehát lehet, hogy a katasztrófa védelemnek van egy forgatókönyve. Hát ezt, ezt pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy van-e valamilyen. Annyit, annyit biztosan tudok, hogy ilyenekre vannak tervek. Egyik ismerősöm a, a raktárosként dolgozik itt a, itt a fegyházba, és mondta, ő mondta, hogy holnap korán kell kell mert hogy ilyen nukleáris támadást kell szimulálniuk, és hogy hmm. neki az a feladata, hogy, hogy azt szimulálják, hogy milyen gyorsan tudják kiosztani a védőfelszereléseket, meg ilyen víz tisztító berendezést, meg ilyeneket. De szerinted mondjuk a, mit tenni, International Space Agency-nek nemzetközi valami szervezetnek van mondjuk erre forgatókönyve? Én pont attól tartok, hogy nincs, mert ha emlékeztek, hogy, hogy a 2000 21-ben, hát ez már jó rég volt, basszus. majdnem két éve, hogy volt a, a Rusty Schweikartos adás. Amik, a, ugye ő űrhajós volt az Apollo 9-en, de egyébként pont ezzel foglalkozik, hogy az ENSZ szinten hogyan lehetne lekoordinálni azt az orr... Mert nyilván ez egy, ez, ez egy nemzetek közötti együttműködés egy legyen nem csak a kisbolygó eltérítés, vagy az üstökös darab eltérítés, hanem az is, hogy itt a Földön mit művelünk egy ilyen helyzetben, és azt mondta, hogy hát, hogy ők azért lobbiznak, hogy legyen valami ilyen akcióterv. Tehát, tehát ebből nekem azt következik így implicite, hogy nincs. Tehát szerintem én azt tudom elképzelni, lehet, hogy Európai Unió szinten például van valami, bár ezen is meglepődnék, de, de azt sem el tudom képzelni, hogy van. Meg azt is majdnem biztos vagyok benne, hogy Amerikában, ahol tényleg zombi, zombi apokalipszisre is volt már ilyen gyakorlat, meg minden, tehát ott aztán mindenféle Ugye csak a paranoidok maradnak fönn, tehát ott a, a költségvetésnek egy tekintélyes részét elköltik azért olyasmikre, hogy ilyenekre elvileg felkészüljenek. Tehát ott biztos van egy forgatókönyv. Norbi, amíg erről beszélünk, kérdezd már meg a Chad -t, t hogy ő, ő mit csinálna. Kérdezzük meg Norbit, ugye, aki, aki ugyan átment múltkor a Turing teszten, de én, én attól félek igazából, és lehet, hogy én pessimista vagyok, de hogy, hogy kis hazánkban, tehát ha még van is valahol valamilyen forgatókönyv itt azért, itt komoly megcsúszásokkal meg felállítanak valamilyen bizottságot, és akkor majd a, a becsapódás vagy a katasztrófa után 30 nap Al, később majd kiadják a közleményt, és <laughs> tehát, hogy én nem biztos, hogy arra várnék. Nincs, nincs annyi bizodalmam. Éppként van Magyarországon valami ilyen, ilyen, ilyen geodéziai hely. Azt tudom, hogy minden, minden bérház Pesten ugye hidegháborúba úgy épült, hogy légópincéje van, de ugye a pince az, az légitámadások ellen van. Na most egy ilyen, egy ilyen nagy apokaliptikus esemény, túlélnéd, csak mondjuk ott például azzal nem számolnak, hogy a külső levegő szennyezetté válik, tehát szerintem nincsen felszerelve olyan szintű légtisztító és purifikáló berendezéssel, ami ezt utána ki tudna szolgálni sokáig. De hogy van valami ilyen, mondjuk normi Magyarországon valami ilyen hely. Kőbányai pincerendszer, metro, akteleki cseppkőbearlang, Gellért hegy, mit tudom én. Pontosan, ő. pontosan valami természetes módon, igen, 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 kialakult. Tehát, hogy barlagrendszerek, azért, amik az északi középhegységben párat említett is, ott azért van néhány ilyen, ami, ami potenciálisan jól jöhet, legalábbis amíg ugye a, a konkrét, nem tudom, hogyha most maradunk a filmnél a becsapódás idejére. Um, viszont már felismerült, ugye, hogy az utána lévő, tehát hogy a, a posztapokaliptikus világban, hogyha ott nem marad semmi, meg mérgező, belélegezhetetlen lesz a levegő, nem lesz mit ennünk. Tehát akkor érdemes egyáltalán? Tehát, hogy azért túlélni, hogy majd utána, nem tudom, egy hónappal később ugyanúgy meghaljunk, mert hogy semmi nem maradt, az azt nem hogy úgy annak, ez már egy kicsit filozófék, és van-e értelme? Hát de pont, pont ezért, ez, ezért maradt meg, gondolom, így az, az, infrastruktúra is, mert azért az ember az természetéből adódóan reménykedik, meg mindig a jót próbálja. Hogy el úgy se vér le, úgyis elég a légkörben, nem? Hát igen, ilyen szempontból mindenféleképpen én, igen, én, én, is úgy tennék, hogy megpróbálnék, te legalább elindulnék, hogyha tudom, hogy lehet, hogy nem is érnék oda a legközelebb, itt az Alföld közepén, mondjuk így Debrecenből, itt azért így kicsit necces. Ott, ott Pest, Pest környékén könnyebb. Tehát addig meg kell találni a belső földnek a lejáratát. Azt már egy idejét keressük a, a haverokkal, főleg hétvégente, ilyen jobb, a jobb állapotunkban, de még eddig nem. Itt szerintem nem. nem találtátok lesz. meg? Meg hm. nem. Hát. <laughs> egy ilyen tervnek, ez nagyon jó kérdés, tehát, hogy mit kell előkészíteni? Mennyi idő alatt? Tehát, hogy hogy ez mennyiben hasonlít vajon például, ahogy mond egy, egy atomtámadás elleni védekezéshez, vagy tehát, hogy igazából én ezt még sose gondoltam végig, hogy például egy nukleáris háború környezeti hatásait tekintve, már mint így, hogy milyen vizét védekező bunkerrendszert kell építeni, az elképzelhető, hogy ez nagyon hasonlatos. Akkor fölteszem neked a kérdést, Miki, ugye itt a film végén 9 hónapot várnak, tehát 9 hónap egy ilyen szintű kialási esemény után egész, egészségügyi várakozási idő szempontjából megfelelő? Nem tudom. Tehát ezt én tényleg nem tudom megítélni. A 9 hónapnak nyilván egy szimbolikus jelentése volt itt a filmben, mert hát az annyi, meddig újra, mely újra születik az emberiség. Ugye? 9 hónap az anya méhben, az anyaföldben, ahonnan aztán előmásznak. A nagyságrendet sem tudom belőni. Tehát gondoljatok bele, hogyha mondjuk lehűl a föld, akkor elképzelhető, hogy át tudod lökni egy olyan állapotba a földet, hogy hogyha annyira lehűljön, hogy befagy az óceán. Ha akkor viszont fehér lesz a föld, akkor viszont ez azt jelenti, hogy jobban visszaveri a napfényt. Tehát de még De volt is... ez a hógolyó föld, nem? Így van. Ez, hogy ez, ez, ez az, az, az ott a... volt. Ez, ja, ott is, igen, de hogy ez tényleg létezett ez a hógolyó föld, Többször is belőle elhatott, ilyen állapot több milliárd évvel ezelőtt. Ugye az a sztori hogy, hogyha mondjuk azért, mert a egy szupervulkán, vagy becsapódik egy gigantikus aszteroida például, olyan sok aeroszol kerül a, a, levegőbe, hogy lehűl a föld felszín, de annyira lehűl, hogy befagynak az óceánok. De hogyha viszont befagynak az óceánok, elég, ha csak a tetejük befagy, akkor fehér lesz a föld, és a fehér az jobban visszaveri a napfényt. Tehát utána hiába ürül ki az aeroszol a légkörből, mert mondjuk kilenc hónap után mondjuk szépen leszállingózik, azt úgy aláírom, hogy az simán egy-két év alatt, mondjuk, vagy, vagy sok hónap alatt kiürül, oké. De hogyha utána mondjuk fehér marad a Föld, akkor utána hiába süt ugyanannyira a napocska, mint eddig, a Föld a rájutó fénynek, és, és beleértve a hőt is, tehát a rájutó elektromágneses sugárzásnak, ami jön a napból, annak a nagyobb részét vissza fogja verni, mert fehér. Vagyis nem fog olyan, mert, tehát hiába állítjuk úgymond vissza a légkör állapotát jó állapotra, a Föld attól még benne ragad ebbe a húgolyóföld állapotba. És De akkor e... hogy lett vége? Hát ez egy nagyon jó kérdés. De most ez egy másik téma. Nem azt állítom, hogy konkrétan húgolyóföld lesz abból, amikor amikor mondjuk létrejönne egy ilyen becsapódás, Egyetlen nem állítom ezt, csak azt akarom, ez egy illusztráció volt, hogy, hogy ilyen ezek ilyen egyirányú utcák tudnak lenni. Vagy majdnem egyirányú, mert igazad van, valahogy kijött ebből is a föld, hála Istennek, de a lényeg az, hogy, 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 egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy visszaáll az állapot, és mondjuk kiürül az Eroszol, attól visszaáll a lakhatósága is a bolygónak. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, és hát én meg ezt mondom, hogy meg se tudom jósolni. Tehát én el tudok képzelni olyat is, hogy év, évekig, évtizedekig, de olyat is, hogy évmilliókig meghatározó lehet, hogyha átbillent egy ilyen állapotot. Jégkorszak című besébe ez elég gyorsan megtörtént. De igen, igen, igen. <coughs> <laughs> Majd egyszer azt is kibeszéljük. Uh, Nagyon-nagyon érdekes, és szerintem ez már ilyen etikai dolgokat is feszeget, ugye, mint látjuk ennek a kedves Johnnak ugye a jelen hogy egy, egy konkrétan egy, egy, egy normál családapából egy gyilkos lesz, ugye, a film végére. Tehát konkrétan lekalapácsol egy embert útközben. Vagyis hát... Jó, de baleset volt. Balesetből Félig belállította eddig. a fejéből a kalapácsot. Hát... Hát igen. igen. Is. De hogy olyan, nem olyan, nem a, a hideg vérrel megölünk egy kisebb országot. Tehát, hogy én megbocsájtok neki. Megbocsájtasz neki. Én, én igen. Nem tudok hát ráharagudni. Ez az honest mistake, hogy hát igen. Jó, hát e, az a, annyi biztos. Az hogy a vagy ő, vagy én. Helyzet. Igen, vagy ő, vagy én. De meg hát, konkrétan hogy... ő csak védte magát, ez is ugye igaz, mert ugye a karszalagjára mentek rá. Igen, hát a B-opció az lett volna, hogy fölemeli azt a kalapácsot, és elhajítja jó messzire, hogy a másiknak se legyen esélye elérni. De így érdekesebbnek találta dramaturgiailag a forgatókönyvíró ezt a dolgot. Amúgy tudom, hogy alapjában nem a filmet beszéljük ki, hanem csak ami a filmről leszünk bejut, de azért a forgatókönyvíró az, tehát hogy volt az a jelenet, amikor a gyereket például el, elrabolja, ellopja egy házas pár, ugye anyukát kirakják a kocsiból, és ők elviszik a 7 éves gyereket, és aztán utána az van, hogy de hát aztán a 7 éves gyerek az, aztán végül a, a jó katona bácsi az felismeri a helyzetet, és kiemeli a gyereket, és aztán végül 15 percen belül a filmben, belül, mármint filmidőben, most valójában nyilván egy nap, vagy mit tudom, megtalálja az anyuka a gyereket a jóságos katona bácsinál, a katona néninél, és akkor ott, tehát, hogy, hogy vannak ilyen sztorék, amit itt drama, dramaturgiailag nem értek, mert amikor el, el, elrabolták ezt a gyereket, akkor azt hittem, hogy majd az lesz, hogy majd nagyon nagyon kacifántos kerülő utakon majd a legvégén különböző irányból jönnek a különböző családtagok, és lesz egy nagy összeborulás, hogy na hát én is itt vagyok, te is itt vagy, anya! Z. Hát akkor legyen ez a zárszó. Akkor kedves hallgatóink, amit Miki nem ért a filmben, arról, arról ugye folytatjuk most csak a csak a Patreon számára, tehát köszönjük szépen, no, hogy velünk voltatok. Hát. <laughs> Következő par Parallax is, tehát július 6-án lesz velem, Norbival és Mikivel, az Európa rejtély. Ami rejtély, mert én nagyon kíváncsi vagyok, mert még nem láttam. Én sem. Ez egy rejtélyes film az Európáról, vagy Európa kontinensről, vagy lehet, hogy nem is a kontinensről. Hát a Jupiter holdról? Mm. Szóval én, én, már, én már nagyon félek, remélem a patronos támogatóink is félnek, vagyis nem, ne féljenek, csak támogassanak minket. De ne félelemből. Igen. <laughs> Eszköztelenek vagyunk, nem kell tőlünk félni. Tehát akkor találkozunk a következő Parallaxisban, a munkatársaim nevében én megköszönöm a figyelmet, ne felejtsétek el, hogy az igazság odakint van. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.